November 19-e Erzsébet nap. Így többek között Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Az eseményen a Mözsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Caritas szövetséggel és a helyi plébániával is, és most már sok-sok éve meghívják a kórust, a női kart az Erzsébet mise alkalmára. Ez most egy különösen szép alkalom, hiszen 10. évi jubileumukat ünneplik. Mi egy 19. századi zeneszerző miséjével készültünk, tehát hagyományos misetételeket fogunk énekelni. A kórus énekel, Bérces Emese orgonál, és néhány népének fog felhangozni a helyi kántor Boglári Ágota kíséretében. A női karunk az most már nagyon régóta működik, a tavasszal 2022-ben fogjuk ünnepelni fennállásunk 50. évfordulóját, amire hát nagy lelkesedéssel készülünk, reméljük, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, hogy ezt a szép ünnepséget meg tudjuk rendezni. A Szent Misével egybekötve megalapításának 10. évfordulóját is ünnepelte a Tolnai Caritas csoport. Helyi szinten mi ma fogjuk megtartani szombat estén az ünnepi szentmisét Árpádházi Szent Erzsébetünkről, ami egyúttal idén helyi Caritas csoportunknak éppen a 10 éves jubileuma, úgyhogy az ünnepi szentmise mellett lesz majd Erzsébet cipók megáldása, és a legvégén pedig egy kiállítás megnyitása, ami picit képekben dolgozza fel, és vezeti végig mindazon kíváncsiskodókat, akik majd bejönnek a templomba következő időszakban, hogy ilyen flash módon felvillantva, hogy ebbe a 10 évbe mi minden történt velünk, körülöttünk, mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerültünk, megtalálkoztunk. Jó magam egy picit abban gondoltam bele, hogy Szent Erzsébet a 13. század elején mindösszesen 24 évet élt meg. De annyi minden bele sűrűsödik ennek a szentnek az életében. Szóval egy kerek életet élt. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud III. Gyermeke volt. Egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott. Többek között menedékhelyet nyitott gyermekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. És egy picit abba is belegondoltam, 10 éves jubileumunk kapcsán itt a csoportunkat értem ez alatt. Annyi minden történt, mert messze-messze túl vagyunk már azon, hogy csupán néha ruhákat gyűjtünk, talán egyszer-kétszer egy évben élelmiszer csomagot, hogy segítsünk a rászorulókon. Annyi minden történt. Látva azt, hogy mikor kik jöttek szembe velünk, mi volt a kérés, mi volt a hiány. Nyilván nekünk sincs varázsbotunk, és biztos, hogy minden igényt sem tudunk kielégíteni. De például ennek a lelkiségnek, ami a Caritas lelkisége, Erzsébetnek a lelkisége, ebbe elmentünk egészen odáig is, hogy gyógycipőket tudtunk adni rászorulóknak. Orvosokat kellett csak összehozni olyanokkal, akiknek ilyen lábbelire van szükségük. Tudtunk olyan hajléktalannak is segíteni, aki ilyenkor november vége felé szó szerint a romos, összeomlott háza mellett nájlonokból összetákolt sátorban lakott fűtetlenül. Tudtunk egy lakókonténert venni, kályhával meleget adni. Volt, akiknek tűzifát tudtunk értelemszerűen beszerezni és továbbítani. Kérlek,
Az Isten tisztelet része volt a Karitász tagok fogadalmának megújítása is. Ez az élet sokszor olyan, hogy ez nincs, az nincs, amaz nincs. És azt gondolom, hogy a Szentlélek megtanít bennünket is arra, hogy érzékenyek is legyünk, és nyilván, amit tudunk, abban meg segítsünk. Úgyhogy ünneplünk. Ráadásul azt is látom még, hogy nem csak akciókat csináltunk ebben az elmúlt 10 évben. Sokszor nyaranta, többedik éve Caritas táborokat szerveztünk, lelki gyakorlatokat, lelki napokat, látva azt, hogy mindazok, akik rászoruló, periférián lévő emberekkel találkoznak, sok-sok sebet látva, ha csak ad az ember, de nem töltekezik, akkor nem is csak, hogy kiürül, hanem kiég. Szóval az emberekkel foglalkozók éppenség eljuthatnak ebbe a szélsőségbe is, hogy idő előtt kiégnek. Kell ez a töltekezés is a mi embereink számára is. Ezek dolgok keretében ezt is próbáltuk azért biztosítani.